Pécsi Egyetem az vidéki jellegénél fogva egy nagyon családias létkört biztosít, amit a hallgatók mindjárt hamar megízlelnek és megszeretnek. Értem ez alatt, hogy nem gigász évfolyamokkal dolgozunk itt most nagy egyetemeken, vagy akár nagyobb főiskolákon, vagy az kultúrintézményeiben, hanem kisebb 20-as, 30-as létszámokról kell beszélni, és közel kerülnek a diák a tanárokhoz. A nagy tudós meg lehet bármikor közelíteni, be fogni, bemenni hozzá, szívesen áll rendelkezésre, konzultál, eligazít, tudományos problémákkal lehet kötetlenül jó hangulatú légkörben beszélni. Az egyetem az meglehetősen elindult az utóbbi éveiben a nemzetközi esedés irányába, ez azt jelenti, hogy évről évre egyre több külföldi hallgató jön hozzánk a legkülönbözőbb területekről, és az is egy élmény, amikor a magyar és a külföldi diákok egymással elegyenlő kapcsolatokat építenek. Nagyon fontos az, hogy a képzéseink, ez alatt értem a DSC képzést, MSC képzést, illetve a legtöbb területen működő doktori iskolát átjárható, ez azt jelenti, hogy egyetemek közt rugalmasan lehet váltani. Magyarul, hogyha valaki tervezi a DSC-t, akkor őket örömmel fogadnak más MSC-in, de még inkább máshol végzett DSC hallgatókat, mi is átveszünk, és így tudják az MSC-t folytatni. Az elhelyezkedési ráta az nagyon jónak mondható. Ez azt jelenti, hogy az MSC végzetjei statisztikák alapján több mint 90%-ban el tudnak helyezkedni le különböző területeken. Iparban, gazdaságban, informatikai vonalban, természetesen az oktatásban, hiszen tanárképzésünk is